A bürokrácia csökkentés érdekében a kormány még 2010-ben döntött úgy, hogy átalakítja a közigazgatást egy modernebb és gyorsabb rendszerré. Ennek köszönhetően 2011 óta már 294 kormányablakot adtak át országszerte, ahol már több mint 1500 ügyet intézhetnek az állampolgárok. A következő lépés a kormányablak buszok beszerzése volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kezdett üzemelni a 7. 2018. júliusában. A mobil ügyintéző buszban a hivatalokban elintézhető ügyek mindegyikében tudnak segíteni a lakosságnak. Kedden Gáva Vencsellőre érkezett a kormányablak busz. Erről a lakosságot előzetesen tájékoztatták. A 3500 fős településen nagy segítség a helyieknek, hogy házhoz ment a szolgáltatás. Itt a környék kis településeinek minden apró segítség jól jön a kormány részéről. Tehát minden egyes apró szolgáltatás, amivel bővítik a palettát, és ez egy hatékony történet, ez a kormány busz, vagy kormányablaknak a kitelepülése. Nagyon sok embernek nincs lehetősége, még arra se sokszor, hogy átjusson Ibrányba, elég rossz a buszközlekedés. Tehát a macerásabb ügyeket elintézni, hiába van ügysegédi szolgálat itt hetente, de mégis azért nagyon sokszor át kell menni Ibrányba. Március hónapban az ibrányi járás összesen 6 településén lesz elérhető a kormányablak busz. Ahol megjelent a kormányablak buszot, örültek neki, mert megkönnyítette az ügyintézést, mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott Gáva Vencsellőn. Az elmúlt hónapokban 70 alkalommal használták a mobil ügyintézésre alkalmas járművet a megyében. A megye 131 településén 56 kollégánk lát el ügysegédi feladatokat. Ez azt jelenti, hogy heti rendszerességgel kitelepülnek valamely kis településre, ahol nincsen járási hivatalunk, és az állampolgároktól ott ügyet kezdeményezhetnek náluk. Tehát nyilvánvalóan a ilyen informatikai rendszert nem tudnak magukkal kivenni egy-egy ilyen alkalommal, és ezért is jött az ötlet, hogy kísérletképpen, ahol megjelennek egy-egy járásban a kollégáink ügysegéd, azokon a településeken egyúttal a kormányablak busz is megjelenjen, és gyakorlatilag ne csak ügyet kezdeményezhessen az állampolgár, hanem el is intézhesse akár egy személyigazolványnak a meghosszabbítását. Nyilván ezt minden járásban nem tudjuk jelen pillanatban megtenni, mert nincsen ennyi járművünk, viszont az első tapasztalatok azok nagyon jók. A pozitív visszajelzéseknek köszönhetően a kormányhivatal a jövőben is folytatja a buszos kitelepüléseket, tette hozzá Román István.